Jó estét kívánok, Veselényi Garay Andor vagyok, és önök ti az első építészeti interjú maratont látjátok. 11. vendégemmel, Bolya Anna Mária kolléginámmal beszélgetünk. Technikai okokból megváltoztattuk a műsort, Tamáska Máté ma belázasodott, és innen is szeretnék Máténak mindannyiunk nevében, leginkább a saját nevében jobbulást kívánni, gyógyulj meg Máté, és a szöveget pedig írom, Becsó, írom, ha túl vagyunk a maratonon, írom a szöveget, ígérem. Kolléginám Bolya Anna Mária a Művészeti Egyetem, a Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézetnek a tudományos munkatársa, a Táncművészeti Egyetemen docens, tánctörténettel és zeneelmélettet tanít a Táncművészeti Egyetemen, és egyébként pedig a balkáni etnográfiával, mondhatom ezt, néphagyományokkal, etnográfiával is foglalkozik, nagyon-nagyon széles területet lefedve. Legfrissebb kutatási területei közé tartozik a magyar balettörténet, másik kollégánkkal, Windhager Ákossal együtt, illetve az Eukarisztikus Kongresszusnak az ürügyén az 1938-as Eukarisztikus Kongresszus által alkalmából szervezett csupajáték fesztivál, mondhatjuk így? Hát produkció inkább, képsorozat. Csupajáték produkciónak a kutatója, illetve leviszem a hangsúlyt. Projektvezetője. Miből áll ez? Mi volt ez? Mi ez most? A csupajáték az 9 képből állt. A kérdés nagyon jó, mert ugye az volt a kérdés, hogy mi a műfaja. Mert nem is igazán kabaré, azért nem balett nyilván. Tulajdonképpen ez az első modern táncprodukció a szó széles körű értelmében. És az a lényeg, hogy Paulini Béla hozta ezt össze, akinek előtte ugye volt a Gyöngyös Bokréta Mozgalom nevű néptáncgyűjtő, mondjuk így tevékenysége, és igazából ez az egész a népművészeten alapult. Ám de hozzájött ehhez az európai modern tánc is. Ez a kettő keveredett össze, és valahogy így kell elképzelni ezt a csupajátékot, és valóban 1938-ban adták elő, ugye az akkori Eukarisztikus Kongresszusnak volt ez az eseménye, ugyanúgy, mint minden más esemény itt, ami a kongresszus alatt volt. Hol adták ezt elő? Mit lehet erről tudni? Ugye ez a Művész Színház volt, az akkori Művész Színház, ami ma az Operett Színház. Igen. És azért érdekes az épület egyébként, mert hogy ez egy összművészeti produkció volt, és a díszleteket Pekári István jegyezte például, tehát nagyon jó festők vettek részt, nagyon jó vizuális művészek, vagy Mallász Gitta, a divattervezők, a díszletek, jelmezek elkészítésében, és hát nagyon erősen kötődik maga a díszlet az épülethez, és nem kerültek elő a díszletek. Úgyhogy engem ezért is érdekel az épület, mert még reménykedem benne, hogy elő fog kerülni valahonnan az a díszlet sorozat, ami tulajdonképpen képzőművészeti szempontból is nagyon fontos. Ugye ez a római iskolának a köre tulajdonképpen, akik csinálták ezeket a díszleteket. Van erről valamiféle vizuális dokumentum? Vagy hát a sajtó. A sajtó. A sajtóból tudunk, vannak képeink, hát egy olyan 40 fotó körülbelül. Minden, de abban már minden benne van. Összesen, tehát ebből tudunk valamit, és a koreográfia sincs meg. És viszont volt egy BBC felvétel, mint hogy 39-ben Londonba is elment a produkció. Azért volt felvétel, mert ugye akkor a TV adáshoz fel kellett venni azt, hogy leadják, de egyelőre ez sincs meg, de még nem halt meg a remény. Ez egy fantasztikus találmány lenne ezt ennek a megtalálni, igen, abszolút. Milyen remények vannak arra, hogy esetleg az angol kollégákon keresztül, mondom, a világháború azért ott is zűrök voltak. Igen, pont így, ahogy mondott, tehát ugye pont a világháború előestéjén volt kint Londonban a magyar csupajáték, és hát elkezdtük keresni a BBC-nél, eddig nem találtuk, hogy ha erre egy külön kutatási projekt lenne mondjuk, hogy csak erre, hogy ott kint ezt Londonban keressük, akkor szerintem elképzelhető. Csak tudod, Andor, ezek mindig úgy szoktak előkerülni, hogy ilyen lappangó dolgok, és akkor puff, hirtelen valahonnan előkerül, ahonnan nem is várták. Igen, most a Metropolis-tak olvastam Brazíliából, valahonnan Dél-Amerikából egy padlásról került elő, ami 7 órás változata, tehát ami teljesen újraírja az egész filmet.
Mit lehet erről tudni? Mi volt ennek a, mi volt a szüzsé? Mi volt a sztori? Mi történt? Azt mondod, hogy kilenc igazából képből áll. Kép. Igazából annyira nem volt. Állóképeket kell elképzelni? Nem. Azért nevezték őket képeknek, mert jó, tulajdonképpen bocsánat, a népéletből, például Betlehembe, ugye ez egy betlehemező kép volt, de nagyon rövidek voltak ezek, és igazából ilyen nagyon egyszerű sztoriai voltak, de a képek teljesen felcserélhetőek voltak. Tehát például Londonban nem is ugyanaz a sorozat ment le, voltak benne kisebb változások, tehát ezek nem feltétlenül összefüggőek voltak. Milyen nem időt, volt igazából híve. Hát összesen, amennyire rekonstruálni tudjuk, egy 40 perc körül. De igazából nincsen, tehát a zenénk ugyan megvan, de azért, hogy pontosan hogy mehetett végig az egész, azt azért nem tudjuk. A kották megvannak, mondjuk tempójelzés nem mindegyikben van talán, de megvan a kottáknak a nagy része, legalábbis zongora kivonatban majdnem mindegyik. Ebből bocsánat, most a csupajáték konferencián el is fog hangzani. Egy mű, a csodafúrúja, amit egyébként Eck Imre is megkoreografált, tehát abból már valamit lehetett hallani, látni. 86-ban. Kicsit hype-oljuk már ezt a csupajáték konferenciát, ezt a igen, mi szervezzük. Igen, ezt az NMKI szervezi, ugye ez nem sokára lesz, 23-án. Milyen nap is van ma? Egy hét múlva durván, hét múlva, és szűk egy hét múlva lesz, igen, itt a Vigadóban. És igazából a csupajátékot fogjuk körüljárni sokféle irányból. Pauliniról fogunk egy kicsit beszélni, Millós Aulérról, aki valószínűleg, bár most itt nyilván nem tánctörténész nézőink vannak, de még sokan a tánchoz közelebb állók sem szokták ismerni, pedig az egyik legjelentősebb koreográfusunk. És kiment Olaszországba, és ott pedig egy sugárútvarról elnevezve, itt meg nem ismerjük. Úgyhogy ő volt a koreográfus, és a már dolog érdekessége, hogy ő egy volt. Az elejétől a végéig. Viszont a zenészek és a díszlettervezők váltakoztak. És akkor visszatérek a kérdésedre, ugye már a konferenciáról beszéltünk. Ezt fogjuk majd több irányból megnézni, mivel hogy összművészeti produkció volt, itt több irányból is lehet vizsgálni. Szóba került, hogy táncszínház, van-e, megpróbálom gravitálni a két dolgot egymáshoz, nem magyarázkodásként, csak egy kontextusként, azt kell önöknek nektek tudni, hogy a kollégáim közül valaki állandóan velem van, pontosan az olyan esetekre, hogy amivel Mátéval is történt, aki másfél-két órával ezelőtt jelzett, hogy belázasodott azért, hogy ne legyen fennakadás ebben a beszélgetésben, mert praktikusan én lennék az első, aki kidől, és engem többet, kidőlök a székbe, és aztán többet ide vissza nem ülök. És ezért van egy kis improvizatív jelegenek a beszélgetésünknek, hogyha megpróbáljuk közelíteni építészetet és zenét, pardon, építészetet és táncot egymáshoz, és elhangzott ez a szó, hogy táncszínház, vagy legalábbis én úgy emlékszem, hogy elhangzott. Van-e valamilyen jellegzetessége, különlegessége a tánctérnek és a táncszínháznak ahhoz képest, amit általában a színházról gondolunk, és hogy mik ezek a jellegzetességek, mit lehet tudni a magyar táncnak a területeiről, a te kutatásodban ezek hogyan jött tereiről? Hogyan jöttek ezek elő? Hát ez egy nagyon széles körű kérdés volt. Most arra válaszolja, mi legkényelmesebb. Igazából az egész tánctörténetben azért sokszor nagyon fontosak voltak a terek, hogy próbálok az építészethez kapcsolódni, hogy az első, kezdjük az őskornál. Ott állítólag a körtáncokra erős hatással volt maga a kör alakú épület is. Utána, hogyha tovább megyünk az antik időkre, akkor volt ott egy Horostation nevű hely, ami tulajdonképpen a táncnak a helye volt. Nevezhetjük színpadnak, de alapvetően a táncnak a helye volt. És utána például, hogyha a reneszánsz meg a barokk tánctörténetet tekintjük, akkor ott a kastélyok, paloták voltak a helyszínei a táncnak. Például van egy Pavan nevű vonulós tánc, ami végül is egy processzió jellegű tánc, de mindennapi tánc volt, amit táncoltak, azt nagyon erősen meghatározta ugye magának az épületnek a jellege, és hogy egy picit tovább megyünk a Versailles kastély irányába, valójában, amit sokan nem tudunk, hogy a balett, mint formanyelv, az tulajdonképpen egy király lábán született meg, és az 14. Lajos volt. Mert hogy ő táncos is volt, nem csak nagyszerű politikus, és hogyha így előtted van Andor a Versailles kastély, igen, a stílusa, ugye, hogy az milyen pompás, az gyakorlatilag nagyon-nagyon erős hatással volt arra, hogy a balett az olyanná alakult, vagy úgy kezdett el kialakulni, ahogyan. Tehát az egész, mondjuk így, hogy kicsit művisége, ugye, mert azért volt a Versailles-ban is egy nem kifejezett praktikum.
nagyon komoly ceremonialitás jellemzi azt a nagyon-nagyon dús díszítések, illetve egy térsor, amit mi építészek amfiládnak nevezünk hívni, szeretünk hívni, az egymás utánisága a tereknek, tehát egy végtelenségnek az a barokk vonulásban és mozgásban, ahogy mi most értelmezzük, ezt a fajta végtelenségérzésnek a megidézését a francia barokk az a kertművészettel, illetve a belső térben a tereknek az egymásból nyitásával, hosszúságával érte el. Egyéb tükrös effektekkel és az ablakokkal is. Leviszem a tükörterem, igen. Ez, hogy ceremonialitás, ezzel szuper jól megragadtad az egésznek a jellegét. Ugye a 14. Lajosnak úgy telt el egy napja, mint egy koreográfia, tehát kvázi a felkeléstől kezdve az egész. Tehát nem csak a színpadon táncoltak ők, hanem a különféle köszönések meg bókok ugyanúgy meg voltak koreografálva, mint ahogy mi csak kezet fogunk, vagy a férfiak, vagy valaki leveszi a kalapját, de ott ezek sokkal, hát hogy mondjam, cizelláltabb mozgások voltak, és nagyban alakította, tehát a kettő, a kastély, a Versailles kastélyba is, hát az tulajdonképpen egy egész város volt, annak a stílusa, és maga a tánc nagyon, nagyon erősen összefüggött, és a mindennapi élet. Tehát tulajdonképpen az egész életük egy olyan színház jellegű valami volt ez ott, és plusz még fel is léptek saját színházi darabokban. Lajos is, 14. Lajos is. Az a jellegzetes lábtartás, most ugorjunk egy picit a mára, a jellegzetes lábtartás, amit nem is értek hozzá, a spiccelés. Andőorra gondolsz, tehát hogy kifordítják a lábukat. Másrészt a balettcipőknek a spiccelés, az a rettenetes... Bocsánat. Az nem onnan jön. A spicc az nem. A rettenetes az nem onnan jön. Értem. De a kiforgatás, ami egyébként tényleg egy nagyon erős jellemzője a műviségnek, tehát hogy ez már nem néptánc, hanem mondjuk így, hogy művészi tánc, az onnan jön a barokkból. Tehát ott kezdték el igazán ezt alkalmazni. Azt különböztette meg a mindennapi járástól, vagy mozgástól. Az egyes gyakorlatokat, a pozíciókat, hiszem talán pozíciónak hívják, a pozíciók is ekkor kezdenek kialakulni, amit aztán begyakoroltatnak a hallgatókra. Igen, a reneszánszban megvannak a gyökerei, de itt a barokkban kezdenek kialakulni ezek. Ez a kiforgatás mindenképpen. A spicc az nagyon érdekes, mert az később jön, az a 19. században jön, amikor már vége van ezeknek a, hát ugye tudjuk, jön a nagy francia forradalom, és hát finoman fogalmazva vége lesz ugye ennek a udvari közegnek. És a spicc technika az a 19. század polgárságához kapcsolódik, aki nagyon szerette az ilyen félelmetes sztorikat. Nekünk már ez nem lenne félelmetes sztori, ugye, de a balettek azok alapvetően olyan tündérhölgyeket mutatnak, akik nagyon szépek kívülről, ám de egyáltalán nem aranyosak, mert például a Giselle-nek a villiei azok a férfiakat szeretik megölni, ez az egyik fő tevékenységük. Nyilván itt mitológiai jellegű szereplőkről van szó, vagy hogy mondjam, tehát ilyen mesebeli szereplőkről. És ehhez kapcsolódik a spiccipő, ugye azért, hogy fölfelé irányuljon a balerina. Tehát, hogy minden mozgása olyan legyen, mint hogyha súlytalan lenne. Ez egészen a mai napig megmaradt a balettnek, ez igen, a nagyon konzervatív értelmezése. Úgy értem, hogy a kortárs tánc és a balett azért elválik egymástól egy ponton, gondolom az 1940, ezt jobban értesz, 45 után. Hát ugye a balett az aztán Oroszországba fog tovább fejlődni, Párizsból átmegy, és a 19. század végével majdnem, hogy szinte pontosan lezárul a balettnek a korszaka, de nem zárult le máig sem, csak a 20. században egészen széleskörűen nagyon sokféle táncnyelvvel kezd el összekeveredni, és ugye jönnek persze a modern táncnyelvezetek is, amiről beszéltünk. Gondolom, a 20. század törzsi táncok is ebben. Hát van benne, igen, a fekete afrikai táncok azok nagyjából az amerikai modern táncban, de például az európai modern tánc az máshogy alakul ki. De a 20. században már nincs ez a vonal, amit itt most felfesthettünk, hogy reneszánsz, barokk, romantika. Ugye ott van a balettnek azért egy fejlődése, ami ott kezdődik el Versailles-ban, amit az imént beszéltünk, és gyakorlatilag a orosz cárokkal zárul le időben. Tehát a 20. század elején. Tehát akkor jókodnak, ha lehet azt mondani, hogy muzealizálódik, kanonizálódik, és ha szabad ezt mondani, tökéletessé csiszolódik egy formanyelv. Ami Andor, azért, nem... most már tánctörténet tanár is volt. Fantasztikusan összefoglaltad egyébként, tényleg. Csak örülök neki, hogy most van felvétel. De tényleg, szóval aj, ne viccel, pont ez történik. Tőletek tanultam ezeket. Nem viccből mondtam, pont ez történik. Így van. És a 20. században aztán ez elkezdő. Tehát onnan már nem ennyire egyenes vonalú a dolog, de így van, megvan a kanonizálódás, és ma sem lehet kidobni a balettet, tehát megvan még.
Most volt egy Gautier nevezetű francia esztéta, és egyébként balettkritikus. És balettomán. És balettomán, akitől egyébként a l'art-pour-l'art kifejezés származik, ha jól tudom. És ő mondta azt, hogy annál szörnyűbb dolog nincsen, mint amikor férfiak táncolnak a színpadon, mert hogy a balett az a műfaj, ahol fiatal, csinos lányoknak kell megjelenni. Na most tekintve a korabeli öltözködési divatot, az öltözködési normákat, 19. század végéről beszélve, mellé állítva a testhez tapadó fehér hófér harisjában megjelenő lányokat, gyakorlatilag egy mesztelen női test van túlkontúrozva egy kis tütűvel. Ez az én régi mániám, de mostanában nagyon sok szó esik a nemiség szerepéről, a nemiségnek, a férfi tekintetnek, kitett nemiségnek az ügyében. Tehát mennyire elfogadott az, hogy egy ennyire expozitív helyzetbe kerül mondjuk a fiatal női test? Hát itt megint nagyon rátapintottál a lényegre. Tudnék, a 19. században a táncművészet az nagyon érdekes, mert pont akkor történik az, amikor a balettban a nők egyrészt piedesztára kerülnek, ugye nem csak Gautier volt balettomán, hanem volt egy halom balettomán ember, persze férfiak nagy részben, akik például az imádott balerinák cipőjéből pezsgőt ittak, meg megsütötték a balettcipőt és megették, meg vannak hasonló nagyon jó sztorik. De ugyanakkor érdekes, hogy párhuzamosan már a romantika előttől elkezd degradálódni ez a táncos szakma. És ugye a 19. századra kialakul egy olyan kifejezés, hogy balettpatkány. Ezt biztos hallotta már mindenki. Nem, szoktuk használni, hát nem valami kedves kifejezés, nem. Hogy úgy őszinték legyünk egy kislányra. Ebben benne van az is, hogy nagyon sokan jöttek a perifériáról, tehát a társadalomnak a perifériájáról, felemelkedési reményekkel, tehát valójában tényleg nem feltétlenül a nemesség tagjai mentek a balerinának a 19. század Párizsában, és bizony kialakul egy akár kihasználással is társított, nem túl megbecsült helyzet. Ez a 19. században megvan, és ugye mondtam, hogy átmegy Oroszországba ez a balettfejlődés, tehát tulajdonképpen a cári Oroszországban fejlődik tovább, és azért ott is megmarad. De ugyanakkor vannak balettománok, akik értenek is a baletthez, mint Gautier, ugyanakkor imádják a balerinákat, tehát ilyen, nem is tudom, ilyen celebkultusz majdnem már az, ami volt, de mindenképpen egy kultikus tevékenység. De ugyanakkor meg megvan a kihasználtságuk végig, ezzel is foglalkoztunk egy kutatási projektben, pont ugye a 19. századi balettel kapcsolatban, és ez van. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-osan talán még ma is bizonyos reminiszenciáit ennek érezhetjük, ma már más, ugye, mert a modern tánc meg a kortárs táncélet az talán már egy kicsit más, de ez pont a 19. században kezdődik el, ez a nagyon szomorú jelenség, és azért is tudok róla így viszonylag sokat beszélni, mert hogy ez minket is foglalkoztat, hogy miért. Mert mondjuk az nem köztudott, vagy ilyenről nem tudunk, hogy mondjuk a zenészeket lenézték volna a 19. században, meg nem is volt így. De hogy a táncosokat meg igen, vagy hát legalábbis... A művészek mindig gyanúsak voltak szerintem, Hát emlékszem, amikor én bejelentettem odahaza, bocs, hogy picit szólózó, csak hogy tudjál pihenni, hogyha nem leszek zenész, hanem mérnök leszek, akkor kedves édesapám kitöltött magának egy ilyen vizes pohár martinit. De telibe, hogy jaj, Ágikám, megjött a gyerek esze, és azt le is hajtotta. Tehát nagy öröm volt, hogy én nem leszek hegedűs. Egy olyan családban még egyébként nyitottnak vallotta magát, és az is volt. Hát nem tudom, szerintem a 20. század vége felé már ennek máskor. Nyilván vannak megélhetési konnotációi, igen, hát ezt tudjuk mindannyian, ugye, mert művészetelméleti kutatóintézetben vagyunk, de azért a 19. század táncosainál hozzájött ehhez egy még plusz nehéz helyzet. Ennek kapcsán a következő kérdésem az lenne, hogy Rényi Andrásnak vannak, én legalábbis volt olyan szerencsém, és hallottam még az ELTE-n, olyan fantasztikus előadásai, amelyben lehet, hogy utólag kicsit ferdítve és rosszul interpretálom a szavait, de mint a kortárs tánc és a balett között egy olyan alapvető különbséget tett volna, amelyben azt mondja, hogy a balett az nem szól másról,
mint a gravitációnak kitett emberi test nehézségének az elhazudásáról. Az a nagy belatos, anyukám mondta, hogy jaj, kisfiam, amikor Nizsinszki jött, és akkor ott elkezdett ugrani, és repült, és odaérkezett meg. Tehát, hogy könnyedek vagyunk. Ki tud több ilyen a lábával? Hogy hívják azt? Floppy? Batírozni. Igen, ki tud, miközben ugrik. Ki tud nagyobbat ugrani, ki tud könnyedebben, ki tudja még könnyedebben magasra emelni. Miközben ebben párhuzamosan, nem csak ebben párhuzamosan, részben azért is meggondolom a nagy balettos generációban azok a művésznők, tehát megöregednek, a test az elkezd gyengülni, és azok a művésznők, akik viszont nem akarják feladni a táncnak és a mozgásnak a nyelvét, új utakat próbálnak például keresni, Martha Graham például. Tehát elkezd a súlynak kitett test, a gravitáció által elszenvedett test a középpontba kerülni, és megjelennek a nem táncos alkatú táncosok is. De kimondom azt, hogy balettos, akkor nagyjából mindannyian tudjuk, hogy néz ki, hogy kell kinéznie. De azt mondom, hogy kortárs táncos, akkor hirtelen nagyon széles lesz a skála. Nem csak kidolgozott gyönyörű fiúk és csontsovány szálkással, hanem a József Nagynál például húsi, kifejezetten atletikus, nem atletikus, ilyen húsi, ilyen húsizom férfiakat is látunk. Én nem tudtam, hogy te ismered a tánctörténetet, Andor. Azért nem kérdezte sohase. Figyelj ide, abszolút a dolog lényegét megragadtad, ugye a romantikus balettnek a spic technikától indultunk el ma, ugye, hogy spicre állnak, az nem azért van, hogy mutogassa, hogy ő tud spicen állni. A lényege az a 0G elérése. Mert hogy a tündér nem eszik, nem iszik, nincs súlya. Igen. Így van. Tehát ez abszolút, erre megy ki az egész balett. És a Nizsinszki meg azért volt jó példa, mert ő pont határon van, tehát ő már csinált modern koreográfiákat, balettosként indul, de hát a tánctörténet egyik géniusz a Nizsinszki, és aztán csinál egy Tavaszi áldozat nevű koreográfiát, amiről leírta az egyik néző, hogy olyan, mintha a Jupiteren sétálnának, tehát hogy ellentettként a régi balettre még jobban földbe döngöli a táncot először 1913-ban. Tehát azért volt jó példa Nizsinszkiben pont ezt a romantikus fölfele szállongást, visszateszi a földre, sőt, még egy kicsit lejjebb. És a Martha Graham pedig azért volt nagyon jó, mert tényleg ő az, aki egy nagyon komoly balett, vagyis egy nagyon komoly táncnyelvezetet hoz létre, ami a balettől már különbözik, csak ő egy élet alatt alakítja ki, amíg a balett meg, hát mondjuk úgy, hogy néhány száz év alatt. Nem, a Graham technika az nem balett. Nem erre volt, hogy a balett technika veszi, tehát hagyományozódnak a formanyelvek az elemei. Igen. Tehát annak volt mondjuk, hát hogy elindultunk itt Lajostól, a mai kis laza tánctörténeti áttekintésben, 14. Lajostól, tehát volt egy minimum 150-200 év, hogy kialakuljon Martha Grahamnek meg egy élet. Értem. Meg több. És valóban ő volt az, aki először a gravitációt elismeri. Ez olyan viccesnek hangzik, de a tánc történetben ez valóban így volt. A cári Oroszországban kultikus magasságig eljutó balettművészet, ez tulajdonképpen ez a hagyomány vezet el odáig, hogy a mai napig az a orosz balettet egy ennyire magas szinten, tehát időről időre zseniális tánc. Nem fog most beugrani a neve, fiatal évén még dokumentumfilmet is készítettek a... Hát elég sok nem egy fiatal fiúl, a Hozier-nek a... Take me to church. Na mindegy, egy modern számra ugrik egy David LaChapelle... Barisnyikovra gondolsz? Szerintem nem ő lesz, ez egy fiatal srác. Na mindegy. Há, volt tehát, ő hogy, valaha fiatal srác, gondolom nem bocsánat, mostani film. Belekavarodtam. Belekavarodtam. Amit szerettem volna kérdezni, hogy van valamilyen különleges adottság az oroszoknak, hogy a folyamatosan magasan tartott balettművészet szempontjából, hogy egész egyszerűen olyan erős hagyomány születik meg a cári Oroszországban, amely a iszonyatos erős gravitációval a mai napig görög előre, és csatolja magára a tehetséges embereket. Hát először is van itt, megint vissza kell menni. Van-e valami titok, vagy csak pusztán lett egy jó oktatás? Akkor mondom a két pontot először. Okay. Ugye az egyik pont az a cári Pötipa féle, Csajkovszki Pötipa féle fénykor, a másik meg Gyagilev. Igen. Aki az egészet külföldön reklámozni kezdte. Tehát ahhoz ugye, hogy tudjuk, hogy jók az oroszok, ahhoz meg is kellett őket ismerni Európában, mert nem jöttek át azért mindig az orosz
tánc eredmények Európába. Ugye először a Petipa féle klasszika, tehát ez a Csajkovszki Petipa féle klasszika, ez valahol a romantikus balett nyomain kezd kialakulni, de ami akkor már hanyatlik, itt pedig a 19. század második felébe hozzátesznek egy szinte katonás fegyelmet. Szó szerint már kadétiskolába jártak ezek a palettos gyerekek akkor. És ez tulajdonképpen ez lesz a csúcsa az egésznek, ahogy mondott, tehát végig tökéletesedik a balettnyelv, és hát ez az egyik, amit az oroszok hozzáadnak a párizsi romantikához, hogy nagyon erősen fegyelmezett és tiszta lesz, és tulajdonképpen klasszikus, tehát klasszicizálódik. És utána jön Gyagilev. Már-már aki... szadisztikus nevelési elvekkel. Hát, ez sajnos mondom, a balettban... már-már. Igen. Már-már. Folyamatos kontroll a súlyon. De azért ott van már a romantikában is, amikor Filippo Tajoni azt mondja a saját lányára, akit ugye ő az első Szilfidnek képzett ki, hogy így mondjam, hogy azt mondja, meg is ölném a lányomat, ha hallanám a táncát. Kedvesen, nyilván nem ölte volna meg, de ez így benne van, hogy lányom ne lehessen hallani, hogy te ugrasz, mondjuk. De ez ott van, szóval ez a balettban azért ott van, ez egy nagyon nagy teljesítmény, már testi értelemben. És akkor ott van Gyagilev, aki először ugye mint nagy fenegyerek, vagy hogy mondjam, ilyen újító, kidobja a régi klasszikus balettet, és elkezd Nizsinszkivel, Miaszinnal, Balánsinnal újítani, Nizsinszkával, az első, hát nem az első, de egy nagyon jelentős női koreográfussal, és valójában Gyagilev ugye egy nagy reklámozó volt. Ugye neki az volt a célja, hogy az orosz művészetet Párizsban reklámozza, és tulajdonképpen neki köszönhető azért nagy részben, hogy az orosz balettet ennyire megismerik nyugaton. Úgyhogy szerintem ezért. Értem. Tehát ezért tudjuk mi azt, hogy az oroszok ennyire jók, vagy ezért lett divat fölvenni orosz neveket, például Alice Marx balerina fölvette az Alicia Markova nevet, hogy jobban hangozzék. Úgyhogy ez így jön, szerintem ez az oka, hogy ma tényleg azért, hát ma mások jó ország van már balett szempontjából, de tényleg azért az oroszoknak nagy híre van valóban. Nagyon köszönöm. Térjünk vissza. Jaj, egyet szerettem volna. Minap láttunk egy filmet, amiben szembe jött egy Rolls Royce a filmben, és említetted volt, hogy a Rolls Royce-nak az angyal, aki nem angyal, hanem... Loi Fowler. Igen. Igen, ő tulajdonképpen egy ilyen határeset a kettőnk, mármint hogy a vizuális művészet meg a tánc között, mert ő végül is egy vizuális művész volt, tehát nem építész, azt nem mondom. De mi volt neki tulajdonképpen a nagy művészete? Az, hogy forgott körbe-körre, meghosszabbította a karjait ilyen valami rudakkal, és erre fölfűzött lepleket, és tulajdonképpen szecessziós, nem is tudom, mozgó szobrokat hozott létre. Most lehet, hogy butaságot kérdezek, de nem őróla készült egy fotósorozat a Parthenonon, az Akropoliszon? Van egy nagyon lengébe öltözött. Nem. Egyik nagyon korai, bocsánat, ezt elfelejtettem. Azt talán inkább Isadora Duncan lehetett, nem? Lehetséges, nem tudom. Ugye Isadora Duncan is a korai anyukák közt van már, mint a modern tánc anyukák, így szoktuk mondani, vagy nagymamák között, de Loi Fowler, ő azért nagyon vizuális, tehát ő nem annyira táncol, nem látjuk, hogy mit csinál, hát valamit biztos táncol. Leplekben játszik, igen, nagyon áttetsző leplekben van, és ugrás közben igen, kattintják el fotográfia. Nagyon érdekes az, de film is az van róla. Antik építészeti fotográfia, igen, és a táncnak egy ilyen nagyon izgalmas keverékeként jelenik meg ez a fotósorozat. Igen, és ő utána egy ikon lett, aztán szerintem nem véletlenül került föl a Rolls-Royce-nak az elejére. Lehet valamit tudni, hogy miért őt tették a Rolls-Royce-nak az elejére? Hát, meg kéne a Rolls-Royce-osokat kérdezni, de őról a mintáztak ugye ilyen lámpatartót is, tehát ő azért eléggé ikonikus lett, nyilván közismert volt, én gondolom, hogy ez lehetett a dologokat, de majd megnézzük, hogy miért került. Na én az én balettos művetségem ezen a ponton kimerült, úgyhogy most kicsit átcsalogatlak az építésztirányba. Nem volt ez olyan rossz. Említetted volt, hogy a táncszínházban azért az első magyar táncszínháznak a történetéről, meg egyáltalán a tánc tereiről, a kortárs tánc tereiről azért érdemes lenne beszélgetnünk. És hogy itt ezen a ponton finoman átadom a szót újra. Hát én még egy kicsit visszamennék, mert ugye említettünk volna egy pesti magyar színházat, ami azért... Ja, bocsánat, erre gondoltam. Azért gondoltam rá, mert ez tényleg valamelyest kapcsolódik az építészethez. Ugye csináltunk mi egy 3D tánctörténeti tantermet informatikusokkal, a Debreceni Egyetem informatikai karával, Gilányi Attilával,
És az egy nem, már nem létező épületben van, ez a Citterbart-féle Pesti Magyar Színház, vagyis amit ugye 37-ben nyitottak meg augusztusban, és utána átkeresztelték 40-ben nemzeti színházzá. Tehát ez az első nemzetink, és aztán 13-ban lebontották a többször bővített épületet. Ez az Asztóriával szemben volt. Igen. Az akkori Kerepesi úton, most Rákóczi út 1-2-3, tehát ott a legelején. Valahol, hogyha jól számolok. Most egy saroképület van, igen, a helyén, egy amit ilyen... egy Zalavári Lajos nevezetű remek magyar építész tervezett, és egyébként középen, abban az üveg sarokban, az egy átrium volt régebben, és nagyon szép panorámaliftek futottak abban az átriumban, de bedugaszolták. Azt lebontották? Nem, megmaradt, de bedugaszolták, emeleteket húztak bele. És viszont amíg átrium volt, addig középen ilyen zöldesített földszintje volt, és középen volt egy ilyen angyal, táncos mellszobor egy posztamensre, egy oszlop főre állítva, ha jól emlékszem, amely megidézte az egykori, pontosabban az első nemzeti színházunkat. De ez most eltűnt már. Nagyon most... helyes kis épület volt egyébként, nekem nagyon szimpatikus. Hát szinte majdnem azt, annak a rekonstrukciójával telt az életünk, már amíg csináltuk ugye a belső teret, mert hogy Aranyvári Emilia volt a fő téma, aki az első nagyon jó prima balerinánk volt, aki 54-től 59-ig volt aztán a Pesti Magyar Színháznak a balerinája. Egyébként az első női koreográfusunk. Uh-huh. És ugye ennek próbáltuk meg aztán végül is a belsejét rekonstruálni. Végül is ilyen színháztörténeti dolog lett ilyen szempontból ebből, és sikerült is, hát amennyire lehet képekről, mert nincs tervrajz, nem maradt meg, de hogyha valahol tudod, hogy megvan a terv, nagyon sok helyen megnéztük, nem találtuk meg a tervrajzot, de az ábrázolások alapján megcsináltuk 3D-ben ennek a belsejét, a Pesti Magyar Színháznak a belsejét. És utána ebből most csináltunk egy 3D tantermet a Széchenyi Egyetemen, most már rektor szerintem Baranyi Péter, aki ezt a Maxwert kifejlesztette, így szerintem van. Te is ismered, Andor. Így van, az én rektorom. Nagy... A te rektorod. Te... Rektor. Nagyon csatlakozol ugye te is, és ez egy nagyon jó dolog, mert egyrészt 3D-ben lehet vetíteni, de nem kell hozzá sem szemüveg, se semmi extraság, tehát elég jól lehet használni. És oda konvertáltuk ezt a Pesti Magyar Színházbel részt, mert csak főleg a nézőtér meg a színpad rész van kidolgozva, és oda betettünk egy 15 kivetítőből álló tantermet tulajdonképpen. És akkor ott lehet órát vezetni. Mennyiben segít, ez egy picit ez egy melléktéma, mennyiben oktatható digitálisan, digitális eszközökkel a tánc? Tánc történet vagy a tánc gyakorlat? Is. Hát a táncgyakorlat... Az bármi, ki gondolom. Hát a táncgyakorlat, az ugye az nem az én szakmám. Tudom, hogy lehet oktatni digitálisan, tehát hallottam digitális táncórákról, illetve hogy vannak erre már különféle megoldások Amerikában például. De Magyarországon nem tudok még ilyenről, tehát ahhoz azért elég sok fejlesztés lenne szükséges. Ugye például az a motion capture-t kéne használni, stb. Ezt nem tudom, de elvileg lehet, tehát vannak rá lehetőségek. Tánctörténetet szerintem abszolút lehet. Tehát nekem ez bejött ez a... Azt mondják a hallgatóim, hogy nekik is, tehát hogy tudták követni azt, de én már régóta használok e-learninget, úgyhogy már eddig is hibrid volt az oktatás. Szóval nem volt fennakadás. Tánctörténet oktatásban nálunk, mármint hogy a táncos hallgatókkal nem volt fennakadás. Visszatérve erre a háromdimenziós térre, volt ennek valamiféle az, hogy egy táncszínházról van szó, táncolnak egy színházban, az van valamiféle, bár lehet, hogy egy színház tervezőtől, Zoboki Gábortól kellene kérdezni, de hogy táncos irányból van valamiféle különleges elvárás, hangulatát tekintve, színpadtechnikáját tekintve. Hogy milyen legyen egy táncszínpad? Igen. Hát biztosan van, igen, de hát ebben nem mennék bele, mert ugye ez nem az én kutatási területem, egyébként Józsa Ankával kezdtünk volna egy ilyet pont itt, aki a főépítésze az operáháznak, vagy az operáház épít. Szerintem főépítésze. Lehetséges, nem tudom. És ugye velük kezdtünk, mert ő ilyenféle témákból írta a PhD-jét, és akkor vele kezdtünk volna el egy olyan projektet, ami pont ezzel foglalkozik, hogy hogyan hat egymásra a színpad. De most ezt nem kezdtük el, hanem másik irányba visszük a 3D dolgot. Mindig ahogy jönnek a lehetőségek, tehát ezt a 3D épületet. Úgyhogy hát erről nem nyilatkoznék. Nyilvánvaló, hogy ott is van azért egy koegzisztencia, ahogyan a táncos együtt él a színpaddal. Mm.
Ugye... Bocs. Nem. Pont, levittem a hangsúlyt. Igen, azt én szoktam mondani. Igen, hagyjuk is ezt a dolgot. Inkább hadd tegyem föl tánccal azt a három kérdést, amit minden építésznek föltettem, és amivel tulajdonképpen tavaly egy konferencián téged is nyúszolak, hogy szerinted mi volt az a legörömtelibb változás, amely a kortárs magyar táncban lezajlott mondjuk az elmúlt 10 évben? Érted, hol tart most a kortárs magyar tánc? És nyugodtan szabdaltod néptáncra, balettra, kortárs táncra, akármire, bármire. Most a legjobbat, bármire. Ugye? Azt kérdezed. Szerintem azt mondta, hogy nagyon jó, hogy ez történt, mert... Akkor én most a legutolsó pillanattól kezdeném. Mert én egy hónapja, de ezt talán meséltem is neked, hogy kinyitottam az Operaháznak a műsorkalendáriumát, és azt mondom, hogy top. Nagyon jó. Tehát tánc szempontjából nem is annyira a zenét néztem. Nem csak azért jó, mert nagyon mutatós, tehát tényleg nagyon jó az a műsorkalendárium, hanem azért, mert minden van benne. A régi szovjet típusú balettől elkezdve, a megtáncolt Philip Glass operáig minden. Szerintem ez nagyon jó, tehát én most ezeket meg fogom nézni, mert ugye, hogy milyenek lesznek az előadások, az most derül ki, de maga a kínálat az szerintem nagyon jó. Tehát ez például egy pozitívum, amit most éppen a szeptemberi időpontban tudok mondani. Hát majd megnézzük. Meg a másik, ami szerintem pozitívum... Intézményes belső ügyet tekintve. Tehát amit mi magunk csinálunk. Az operában azért hoznak jó kis persze, magyar táncorosok adják el. Ezt külső szemmel mondom, amit igen. Én látok külső szemmel. Hát például abszolút pozitívum, ha már az épületeknél vagyunk, hogy szerintem Budapesten a táncnak nagyon jó infrastruktúrája van. Ott van egy saját táncszínháza. Így van, ez a millenárisban. Így van, gyönyörűben. Pont ez, amit a Zoboki Gábor épített. Igen, igen, egy saját táncszínháza. Aztán ott van az Eiffel Műhelyház, ami Ókovács Szilveszter elmondása szerint nagy részben tánc műsorokat is fogad be, mert ugye ez kamara jellegűbb, mint az opera. Ott van egy saját egyetem, ami hát nagyon ritka. Saját, ilyen, hogy csak táncegyetem, az nagyon ritka tulajdonképpen, nem csak Európában, hanem szerintem a világon sem sok van ebből. Tehát maga az infrastruktúra, ez nem csak az épületekhez kapcsolódik, az szerintem nagyon jók az adottságok. Ehhez kellene még talán az, hogy egy kicsit jobban a hungarikumokra figyelni, mert nagyon sok hungarikumunk van táncművészetben. Ezt mikor kérdeztél, ugye előtte adtam elő itt a sok hungarikumot, szépen elsoroltam egymás után, meg hát még ha van idő, akkor beszélhetünk is róla. Egyrészt ezeket kellene talán értékelnünk jobban, meg a nemzetközi vérkeringésbe is be kell kapcsolódnunk, de mondom, az Operaháznak a műsorában az abszolút benne van. Wayne McGregor, Jiří Kilián, tehát nagyszerű koreográfusok műsorát lehet látni. Én így gondolom, hogy ez lenne a továbbmenő út. Mi az, ami a legkárosabb volt? Amire azt mondtad, hogy fú, ez nagyon nem kellett volna, ez nagyon nem hiányzott az elmúlt 10 évből. A táncművészeti szakmában? Kifejezetten táncművészeti. Bármelyik, bármelyik része a táncnak. Mondhatod azt is Fehér Anikó kollégánkra utalva, remélem nem fog megsértődni, hogy azért a néptánc az csak nem találja az új helyét. Tehát nagyon fontos hagyományőrzés szempontjából, de valahogy... Szerintem, aki néptáncol akar, ezt nem is én mondtam, Mihály Gábor mondta egy interjúban, de szerintem igaza van, hogy aki most néptáncolni akar bármilyen szinten, az nagyon jól meg tudja tenni. Tehát, és olyan szinten, ami tetszik neki. Tehát arról most én annyira nem tudnék mondani olyat, ami nem jó. Tehát szerintem ez infrastruktúrálisan. Nyilván ez egy másik kérdés, hogy mi az, hogy néptánc, ezt ugye én mindig szoktam ebbe belemenni, de ebbe most nem menjünk bele. Hogy az, hogy autentikus, vagy autentikus néptánc. Hát ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük ezt a dolgot, és jó lenne tudni, hogy egy tánctörténet nézsz, ezt hogyan látja. Hát ugye én néprajzos is vagyok egy kicsit. Ráadásul. És igen, azért is izgat ez a téma. Ugye mert a 20. század elején az volt, hogy néptánc, vagyis falusi kultúra, az tulajdonképpen már egy színpadi műfajjá alakult. Nem csak nálunk Magyarországon, hanem ez egy általános folyamat, ugye, hogy jöttek az állami népi együttesek, hogy végül is fölvett egy csomó színpadi allűrt a néptánc, vagyis a falusi kultúra. És akkor ezen beszélgethetünk, hogy most akkor a hip-hop a néptánc, vagy a karikázó a néptánc. Tehát, hogy ez ma már egy kérdés. Mi erről a sensus communis, hogy nincs a hip-hop... sensus communis. Bocsánat, erről nincs. Tehát ez most kérdés, és nem csak azért nincs, mert mondjuk nem kutatják elegen, hanem azért ma az egy kérdés. Csak annyit kérdezek, hogy mi az, hogy nép. Persze nyilván lehet tudományosan ezt vizsgálni, de valahol ehhez kapcsolódik a dolog. Mondjuk egy 20. század elejé, meg egy 21. század elejé népfelfogás
különbségéhez, én szerintem ehhez lehet hozzátenni. De ez nem probléma, mondjuk így, hogy sajátosság. Lehet azt mondani, hogy a néptánc is egy olyasfajta kanonizálódott forma nyelvé vált, mint a balett, csak épp a másik irányból, és komoly ellenállásokkal, értetlenséggel, urambocsás sértődésekkel annak megküzdeni, aki ezt valamiképpen meg akarja újítani. Hát, ez szerintem igen, mindegyikben benne van, minden. Ja, most ez ilyen általános ilyen babusgató mondat volt ez a részemről. Gondolja Randol például, hogy a latin táncok hogy jártak, hogy valaha azok is, hát mondjuk van népi eredete azoknak is, és már a mi lett belőle egy halálosan stilizált, kiművelt műfaj, de a legszélsőkig, hogyha mondjuk gondolsz egy, nem tudom én, bármilyen latin táncversenyre. Tehát, hogy végülis minden táncművészeti ág azért így járt. Hát ilyen a mai világ, hogy egy teljesen szélsőségesen professzionális. Így járt a néptánc is a színpadon. Ennek a tartalmi értelemben az ellentetje az a kortárs tánc, amelyben az kísérlet, improvizáció adott esetben. Hát olyan fogalmakat hozol, amit hosszan lehetne beszélni, hogy kortárs tánc, hogy mi az, hogy igen, tehát, hogy igen. Nyilván a kortárs táncban van egy csomó nagyon kísérleti dolog, erre gondolsz, ahol még nincsenek kiforva dolgok, tehát nagyon sok a kísérlet. Kortárs tánc alatt Horváth Ferenc? Bartók csodálatos mandarinját viszi színre. A Bartók örökös. Horváth Csaba, aki egyébként úgy néz ki, mint egy kopasz kidobó ember, és egyébként egy fantasztikus érzékeny művész. Legutóbb egy heavy metal koncerten láttam őt a Némán csápolva, egyébként szó szerint a létezik Néma csápolás, az ő volt az A38-os hajón. Így ő például, na, az, hogy két dolgot akarok összetorlasztani, hogy egyrészt ő, számomra mindig ő a kortárs táncos, és egyébként vannak még rengetegen, Bozsik Ivett például általa vitt kortárs tánc, illetve pontosan észrevéve azt, hogy ezek a nevek körülbelül 20 évvel ezelőttiek, 15 évvel ezelőttiek. Akkor már ismertük őket. Igen. Igaza van-e bárkinek akkor, amikor azt mondja, hogy a rendszerváltás után 6-8 évvel a kortárs tánc nagyon-nagyon fontos volt Magyarországon. Úgy tűnt, hogy maga a médium egy rengeteg kreatív energiát szabadít föl, amely mintha egy picikét eltompult volna, hátrébb csúszott volna Magyarországon az önkifejezési lehetőségek között mondjuk a 2000-es évektől. Hát az biztos, hogy mondjuk kortárs tánc, tehát hogyha azt mondom, hogy kortárs tánc kategória, muszínház, trafó, meg így, ez a pontosan. Stílus, ott nagyon sok még a kísérlet, amit én érzek. Ez az én véleményem, aztán lehet ezzel vitatkozni. És ezért ez nem is találja meg a közönségét? Nekem nagyon kísérleti az, amiket én látok. Tehát a szó minden negatív és pozitív konnotációjával. Igen, tehát én azt látom, hogy ott végül ez, hogy mint kortárs műfaj, vagy kortárs tánc, ez nem találta meg azért igazán a végleges helyét. Nem azt mondom, hogy nincsenek jó produkciók, de alakul. Én így látom, de hát ezzel nyilván lehetne vitatkozni, aki mondjuk többet jár kortárs tánc előadásokra. Én így látom a saját tapasztalataim alapján. Nagyon közel, tehát ez ilyen műfaji összecsúszást is jelent mondjuk a performance-szal esetleg. Igen, igen. Ugye ez a trafóra abszolút jellemző, de ott is nagyon sok külföldi meghívott van néha. Tehát az magas jegyzett társulatok, vagy hogy Covid előttől emlékszem. Igen. De azért most nem, jó, ott van például Frenák Pál, ő azért már, hogyha őt mondjuk kortársnak nevezzük, már pedig azt hiszem őt lehet kortárstáncnak nevezni, ő például egy nagyon sajátos táncnyelvet tudott kialakítani. Bozsik is végül is lehet kortárs, attól függ, mit nevezünk annak, de hát ő ugye az Árvai Természetes Vészek kollektívával indult, és van egy nagyon sajátos stílusa kétségtelenül. Nekem, ami nagyon tetszik tőle, azok most ez a legújabb a gyerek darabjai. Nagyon jó pofák, mindenkinek ajánlom.
mert az ritka, az egy nehéz műfaj szerintem ez a gyerekdarab. De lezárva, tehát Bozsik és Frenek mindenképpen ők azért egyén is, tehát ő náluk van egy kiforrott rendszer, biztos lehetne még, nem akarok itt kizárni senkit, nyilván lehetne még kettőt, hármat említeni, de a kortárs tánc, mint olyan, azért az alakul. Olyan húzódoztam, amikor mondtad, hogy hát oké, Horváth Csabát, Frenák Pált, Bozsikőtet tekinthetjük kortársnak, kortárs, hogy mi volt az oka ennek a húzódozásnak? Nagyon egyszerű, hogy ez a kortárs definíció, hát nem tudom, szerintem minden művészeti ág kutatásában azért kérdéseket vet föl. Ugye az a kortárs, nem a balett, nem a néptánc, nem az artisták. Például valaki egy pár évvel ezelőtt vitt egy versenyre ligeti darabot, és mondták, hogy a kortárs kategóriában, és mondták, hogy nem kortárs, mert meghalt. Tehát, értem. Igen. Úgyhogy csak ezért húzódoztam, hogy hogyan határozzuk meg azt, hogy kortárs. Kizárólag ez volt a dolog oka, hogy mi az a kategória. Értem. Mit hiányzik-e neked valami erről a palettáról? Hát azért nem hiányzik, mert egyrészt ma már mindent meg lehet nézni. Vagy személy szerint, vagy mint szakember, gondolom. Ebből milyen irányba lenne jó, hogyha tovább görülne a kortárs építészet? Milyen irányba lenne jó, ha tovább... Most bejeztem az építészet helyébe a táncot. Aha. Tehát most direkt azokat a kérdéseket teszem fel, amit a kollégáimnak, és most ebben a tánc kapcsán. Hát, amit mondtam az imént, ugye ezt az operai repertoárt, hogy ilyen sokszínű legyen a magyar repertoár, és hogy megbecsüljük a saját hungarikumainkat, aki a Novák Tata, a Györgyfalvai, az Experidence, ami sajnos ugye valamilyen személyi okokból nem tudom pontosan, hogy mi leállt. Tehát volt sok olyan, és van is nyilván sok olyan dolog, ami azért hungarikumnak tekinthető. Ott a táncház, ami hivatalosan is hungarikum, de az ugye nem színpadi műfaj, igen, hanem az egy... Tehát, hogy ezeket megbecsüljük meg, és mert ezek tényleg jók. Na, még a nagyobb régióban is, tehát hogyha itt körbe megyünk Magyarország körül. Csak egy példa, ugye, amivel én foglalkozom, hogy a balkáni lánctánc kultúrát is egy magyar országi születésű koreográfus vitte egész magas szintre. Tehát, hogy itt nagyon jó dolgok vannak azért táncban, amivel kéne foglalkoznunk. Hát én ehhez kívánok sok erőt, egészséget és kitartást. Anna Mari, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. Én is köszönöm, Andor. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. 10 perc átállás és szünet, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.